Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. 70 fajta kisállat körülbelül 500 példányát tekinthették meg a látogatók a Voráncsarnokban. Az Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének kiállítása egy év kényszerszünet után nagy sikert aratott. A V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete idén is a Voláncsarnokban rendezte meg hagyományos kiállítását, amelyet megtisztelt jelenlétével Mészáros Attila alpolgármester is. A városvezető kiemelte, Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése, ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. Nagy öröm, hogy idén ismét megszervezhették a helyi egyesület és a kiállítók ezt a nagyszerű kiállítást. Azt gondolom, hogy minden évben nagy érdeklődéssel várják a családok, illetve az érdeklődők, hiszen nyilván nagyon-nagyon szép állatokat láthatnak test közelből. Nyilván azt gondolom, hogy a városi embernek mindig egy jó látvány olyan állatokat látni, amit azért nem minden nap láthat egy nagyvárosban. Köszönöm szépen a Székesfehérvári Egyesületnek, hogy idén is megszervezte ezt a kiállítást. Látható, hogy nagyon szép állatokat hoztak a kiállítók, és bízom benne, hogy a hétvégén nagyon sokan látogatnak ki. A kiállítás keretében 70 fajta kisállat körülbelül 500 példányát, díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat tekinthettek meg a látogatók. A kiállításon láthattunk a székesfehérvári bukógalamb számos példányából is. A székesfehérvári gyökerekkel rendelkező madár olyan minőségű és olyannyira híres, hogy tenyésztői az elmúlt években 3 győztes címet hoztak el az Európában rendezett díszmadár kiállításokról, illetve nagy sikert arattak az óriás nyulak is. A tavalyi év az kimaradt, a Covid elvitte a kiállítást, de ma remélem, hogy kettőzött erővel és látogatottsággal fogjuk a hagyományt folytatni. Ki mindenki kapott meghívást és fogadta el ezt a meghívást? Hát a meghívás az egész ország területére terjedt, mert ugye vannak olyan országrészek, ami a madárinfluenza és egyéb betegségek miatt zárlat alatt van, állategészségügyi zárlat alatt. Mi, hála a Fejér megyei és a környező állatorvosi, hogy mondjam, szakmai stábnak még tudja tartani az állategészségügybe a mentességet. Nyilván a tenyésztők is jelentős szerepet játszanak, illetve dolgoznak ezen, hogy ne legyen betegség. Így került arra sor, hogy a népi járási főállatorvosa engedélyezte a kiállítás megtartását. Nagyon fontos, hogy mit láthatnak, milyen állatokat, hiszen itt nem csak galambok vannak. Hát ez természetes dolog, hát a nyuszik, a baromfik, azok mind, és a díszmadarak, ezek mind kisállatok, és az ember szabadidejének hasznos eltöltését szolgálják, és a társas lények, tehát ennek itt a helye ebbe a kiállítási csarnokba. A tárlaton bemutatkozott a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete is, amely főként egzotikus madarak tartásával, illetve a hobbi állattá tenyésztett tradicionális szárnyasok és vadon élő madarak tartásával foglalkozik. Érintik a világ minden táját, többek között Ausztráliát, Kelet-Ázsiát, Afrikát és Dél-Amerikát is. Nagyon reméljük azt, hogy a tavalyi évi kiesés után nagyobb lesz az érdeklődés a kiállításunk iránt. A Székesfehérvári Díszmadárbarátok Egyesülete is megjelent itten a kiállításon, és szép számmal hoztunk ki az általunk tenyésztett madarakból, és megmutatjuk azt, hogy mi az a tenyészeredmény, amit az idei évben elértünk. Hol tart egyébként ma a díszmadártenyésztés, galambtenyésztés hazánkban? Hát szomorúan kell konstatálni, hogy sajnos egy kicsit nincs akkora érdeklődésre, mint ezelőtt, 40-50-60 évvel ezelőtt. Tudomásul kell venni, hogy a fiataloknak már más az érdeklődési köre, de azért megpróbáljuk azt, hogy a fiatalokat is megszólítva, megszerettetni velük, és egy kicsit tényleg a természetet becsempészni az emberi otthonokba.
Hát ez azt is jelenti, hogy biztos lábakon áll egyébként a tenyésztés Fejér megyében, illetve Székesfehérváron. Igen, hát az egyesületek azok aktívan működnek. Hála Istennek fiatalok is megjelentek köreinkben, és tényleg szép számmal vannak, akik elkötelezettek ezután a szép hobbi iránt. És tényleg az van, hogy a tenyésztés, vannak nagy eredményeink is. Hát sajnos a kiállítások azok elmaradtak a korona miatt, de azért meg tudjuk mutatni magunkat, és vannak eredményeink. A bukógalam, mint ilyen, továbbra is tarol? Igen, Székesfehérváron feltétlenül. Hát ha most megnézzük ezt a kiállítást, szép számmal vannak egyedek, és nagyon jó minőségű egyedek vannak belőle, úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön ki, és tényleg ismerkedjen meg ezzel a csodálatos fajtával, amit Székesfehérváron tenyésztettek ki. Körtiesi Ferenc, a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesületének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy számos díszmadarat hoztak ki, és a hétvégén a tenyésztőktől hasznos tanácsokat is kaphat bárki, aki szeretne akár lakásban, akár házban madarat tartani. Próbáljuk a galambkiállítást valamilyen szinten, ha még lehet, emelni a színvonalát. Különböző díszmadarakat hozunk bemutató jelleggel erre a kiállításra, erre a rendszeres kiállításra. És hát itt ugye csak kis létszámban vagyunk díszmadarasok, de azért egy kicsit feldobja talán az a színfolt az egész galambkiállítás, mert ugye ezek más jellegű madarak. Itt ha valaki szeretne akár információt kapni a díszmadarakról, a lakásban tartott különböző díszmadarakról, akkor itt akár tenyésztőktől, vagy bárkitől, aki itt a Díszmadár Egyesület tagja, szívesen állunk rendelkezésére. Hol tart ma a díszmadár tenyésztés Magyarországon? Hát ma Magyarországon a díszmadár tenyésztés, én azt mondanám, hogy kicsit lehanyatlóban van. Inkább idősebb tagok vannak az egyesületben, kevesen foglalkoznak vele fiatalok. Ugye most ez a vírusos helyzet is kicsit az egészet alámossa, mert nincsenek kiállítások, nincsenek bőrzék, ez még egy kicsit csökkent a kedven, de szerintem egy kicsit be kell csempészni a természetet a lakásokba, az emberekhez. Erre a tárlatra, erre a kiállításra milyen madarakat hoztatok? Hát itt láthatók díszmadárból zebrapinty, hullámos papagáj, némfa papagáj, énekes papagáj, vannak arapapagájok, kanárik vannak, egzóták, díszpintyek, égfarkomandinák, hoztunk azért színeset egy párat. A hagyományos hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést, és nyissanak a fiatalság felé, megvalósult, és elnézve a kiállításra látogató családokat elmondhatjuk, sikerrel jártak. A Szent István Művelődési Ház adott otthont a nagyfehérvári Bormustrának, a hiánypótló rendezvényt 6. alkalommal hívta életre Fáncsi Viktória főszervező. Ebben az esztendőben is a Szent István Művelődési Házban rendezték meg a borászok országos találkozóját. A Bormustrán hazánk legkiválóbb borászatainak nemes nedvét kóstolhatták meg a borkedvelők. Fáncsi Viktória és munkatársai hagyományteremtő szándékkal 6. alkalommal invitálták meg a mai magyar borokat előtérbe helyező, a hazai borkultúrát ápoló ínyenceket. Az ötletgazda álma valóra vált, szombaton este zsúfolásig megtelt a Szent István terem. Ez már a 6. nagyfehérvári Bormustra, úgyhogy az alapötlet az egyébként gyakorlatilag egy korábbi fehérvári rendezvényhez kötődik, ami is 2012-ben volt, még nem az én szervezésemben, ott vendégként vettem részt, és hát ez annyira jól sikerült, hogy én megkerestem az akkori szervezőt, és kértem, hogy esetleg folytathatnánk együtt, vagy tudok neki bármilyen segíteni, mondta, hogy ő többet nem szeretne ezt rendezni, de nagyon szívesen átengedi nekem a terepet, és hát végül 2016-ban jött létre az első. Az elsődleges cél az volt, hogy kicsi borászatokat tudjak elhozni Fehérvárra, hogy a fehérvári kóstoló közönség is meg tudja ismerni a kisebb kézműves borászatok termékeit. Az idén ki mindenkit sikerült meginvitálni, hiszen láthatjuk, hogy teltház van remek hangulattal. Igen, hát hála Istennek gyakorlatilag évborászai, borászok borászai eljöttek, úgyhogy igen, nagy nevek is megtalálhatók a repertoárban. Ugye elég Balla Gézát, Ács Károlyt, illetve Szentesi Józsefet említenem, hiszen mind a hárman borászok borászai. Vannak évborászai, kókborászat mögöttem, ugye Borbé Tomi, aki ugye 2020-ban lett ugye az évborásza. Úgyhogy nagyon nagy nevek vannak, és hát ami a legfontosabb azért nekünk még mindig az a cél, hogy a helyi borászatokat be
tudjuk mutatni, úgyhogy a Velencei tó környékéről, illetve Móról is elég szép számmal jöttek a borászatok. A Borbély család életét generációkon keresztül a badacsonyi táj, a szőlő, a bor tisztelete határozta meg. Családi birtokokon a badacsonyi borvidékre jellemző kiváló szőlőfajtákból készülnek boraik. 2020-ban nem véletlenül nyerték el az év bortermelője díjat. A szülők indították ezt a családi birtokot, és gyakorlatilag a születésemtől ezen a birtokon töltöttem, ez volt az én játszóterem. Az első saját ültetvényüket ugyanazon a tavaszon telepítették, amikor én is születtem, és gyakorlatilag egybeforrott a sorsunk a szőlőbirtokkal. Az egész gyermekkorom, meg a tanulmányai mellett folyamatosan ezt láttam a szülőktől, hogy a szőlő és a borvilágában élnek, ennek a szeretetét, tiszteletét tanultam gyerekkoromtól, és gyakorlatilag ez adta az indítatást, hogy én is ezzel a csodálatos ágazattal szeretnék majd foglalkozni. Mi kell ahhoz, hogy valaki az év borászatát képviselhesse? Hogy épül fel az önök borászata? Ugye, ahogy mondtam, egy családi birtokról van szó, és gyakorlatilag 12-es évjárattól, 12 évtől a szülők úgy döntöttek, hogy akkor engem tolnak a birtok arcának, és én így a fiatalos lendületemmel és egyéb meglátásokkal kerültem így a birtok élére. Természetesen a mai napig a család viszi, a szülőkkel közösen dolgozunk, hugommal, feleségemmel a birtokon, de gyakorlatilag a szakmai irányokat, azokat elsősorban az én meglátásaim alapján alakítjuk ki édesapámmal. Ez egy ősi borvidék, milyen borokat termesztenek? Így van, a Baracsony a történelmi borvidékeink egyike. Mi ennek megfelelően elsősorban a borvidékre jellemző fehér fajtákban hiszünk, és ezekre koncentrálunk. Így a legnagyobb arányban az olasz rieslinggel dolgozunk, ami egy csodálatos fajtája a Kárpát-medencének, mivel a könnyű mindennapok borától a komoly hordós válogatásokig egészen természetes desszertborok születéséig nagyon-nagyon széles spektrumon tudunk vele dolgozni, és mellette pedig az úgymond kisebb, tényleg lokális helyi fajták, mint egy kéknyelű, egy rózsakő, egy Zeus fajták elsősorban a fontosak számunkra, és ezekkel próbáljuk megmutatni a borvidék értékeit, a borvidék lehetőségeit. A Paulus pincészet 130 hektár új telepítésű szőlőterülete varázslatosan szép festői környezetben fekszik a Vértesegy lábánál. Ez a szőlőterület az alapkő, amelyre bátran építhetnek a Móri borvidék legnagyobb borászatárak. Munkatársai, amelyben a legmodernebb technológiákat használva, de az ősi mesterség gyökereire, hagyományaira támaszkodva készítik kiváló minőségű boraikat. A Paulus pincészet 2012-ben alakult, egy nagyon modern, nagyon korszerűen felszerelt pincészet. Nagyon jó nevű borászok foglalkoznak a borral. 130 hektáron van a termő, a szőlőtermesztés, és nagyon profi emberek művelik meg a szőlőt, és nagyon korszerű gépekkel. Korszerűen gépesítve a pincészet, rengeteg fahordósborunk, valami fahordóba érlelődik, és vannak a nagy tartályok, ugye, amiben vannak a borok. A csóborpincészet jelenleg 34 hektáron gazdálkodik, szőlőik a Velencei tó körül Agárdon, Gárdonyban, Pákozdon és Nadapon találhatóak. Az elmúlt időszakban elért eredményeik megerősíthetik a borászat tulajdonosait, hogy a Velencei tó környékén termelt szőlőkből készült borok népszerűek és felveszik a versenyt más borvidékek boraival is. A minőség igen, az nagyon jó lett idén, nagyon jó évjárat volt, úgyhogy 2021-es borok szerintem szenzációsak lesznek. Most palackozzuk a borokat mostanában a hetekben, úgyhogy nem sokára kaphatóak lesznek, de már két új borral már értékesítünk, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a vevők jönnek és fogják keresni a borainkat. Van-e újdonság, vagy megmaradtok a tradícióknál? Egyelőre nincsen újdonság, most maradunk a kínálatunknál, de majd meglátjuk, lehetséges, hogy még egy habzóborral visszatérünk, mert két évvel ezelőtt volt habzóborunk, és még gondolkozunk rajta, hogy ismét legyen-e értékesítve habzó.
A csordás nagypincészet múltja visszanyúlik a csordás család vitéz őseinek szülőskertjeihez. Az első pince Pázmándon épült, 1994 óta pedig Pákozdon a Velencei hegység lábánál az ehhez tartozó több mint 3 hektáron művelik szőlőik egy részét, és fél hektár új telepítésük is itt található. Az Etyek-Budai borvidék Velencei tó körzeti egységhez tartoznak. Mi hivatalosan 2018-ban kezdtük meg a borértékesítésünket. Maga a pincészetről annyit kell tudni, hogy már 94 óta gyártjuk a borokat. Most jelenleg 1 hektár szőlővel rendelkezünk, és mellette még hozzá vásárolunk. A fő fajták zöld veltelini, Sauvignon Blanc és Rajna Riesling. Kékfrankosunk van, ami kékszőlő, illetve Merlot, a kékfrankosból készül rozé. És a Merlot bort csinálunk valójában egy reduktív vörös bort, így is lehet mondani. Bár sokan mondják, hogy nem reduktív, de tehát azt jelenti, hogy nincs fahordóba. Ez a fő jellemzünk. Úgyhogy most a legjobb borunk az új borok között a kékfrankos rozé, ami az országos Miklós-Nyugi borversenyen ezüstérmet ért el. Köllös Zsolt pincészetében a Velencei tóra néző birtokán a déli lejtőkön teremnek a nemes nedűk. Az egykori tűzoltó családjában eddig is éltek a szőlőművelés a borászat tradíciói, ma már családi pincészetként kínálják boraikat. Fiatal borászat, az kb. 4 éve nyitottuk ezt a pincészetet, ez egy kis családi pincészet. 4 hektáron gazdálkodunk, és hát termelünk bort, ebből ugye körülbelül a 2 hektárból csinálunk bort, a másik 2 hektárt ugye eladjuk, mint szőlőtermés. Milyen borokat kínálnak? Irsai olivért, zenit, cserszegi fűszeres, Sauvignon Blanc, kékfrankos rozé, chardonnay, azt ugye a chardonnayt egy évig érleljük fahordóba, és utána értékesítjük. Ez mellett van kétfajta vörösborunk, egy könnyűvér, egy pázmandi közös vörösbor, egy közösségi vörösbor, és egy Cabernet Sauvignon. Szentesi József tőzsgyökeres budai sváb családból származik, ahol gyermekkorában a szőlőtermesztés és borkészítés nélkül elképzelhetetlen volt az élet. 1988-ban határozott úgy, hogy visszatér a gyökerekhez, és évente készít egy hordó bort. A hobbiból aztán szenvedély lett, a területek növekedtek, és egyre többféle bor került ki a pincéjéből, amely hamar felkeltette a borszakíró kisborkedvelők figyelmét. Régi fajtákkal kezdtem el foglalkozni, olyan fajtákkal, amelyekből 130 éve nem készült bor. Tehát a filoxera vész után ezeket a fajtákat elhagyták, és nadapon elkezdtem ezekkel óvatosan kísérletezni, és kiderült, hogy ezek a fajták, úgy jutottam ezekhez a fajtákhoz, hogy a régi szakkönyvek első osztályon tartották őket. És gondoltam, meg kellene próbálni, és hát kiválasztottam 10 fehér és 10 vörös fajtát, és azokat elkezdtem szaporítgatni. És hát ebből nem lehetett tudni, hogy ez sikertörténet lesz, de hála Istennek fajták nagy része az bevált, és most már több borász is visszalem szaporítanyagot, tehát néhány éven, vagy egy évtizeden, vagy másfél évtizeden belül ezek el fognak terjedni. A Móri Szabadkai pincészet testvérek családi vállalkozása jelenleg másfél hektáron művelnek szőlőt, hisznek a sok munkában, amelyet az alapanyag termelésére fordítanak. Sikereik alapja a következetes és igényes borászati filozófia és a jókedvű, szenvedélyes mindennapokban rejlő lehetőségek kihasználása. Azt tartják, minden évjárat mást hordoz magában, és sosem lesz olyan a következő, mint amilyen már volt. Mi itt vagyunk a szomszédban Zámajon, Móri borvidék legdélibb községében. Vértesalja legdélibb lankáin dolgozunk a szőlőterületeinkkel, másfél hektár szőlőterületen dolgozunk 8 fajtával, ami folyamatosan apránként szépen bővülőben van. Ez évente nagyjából ilyen 6-7 ezer palackot jelent, amit előállítunk, és mindenképpen kötelességünknek érezzük, hogy Székesfehérváron egy ilyen nívós boros rendezvényen megjelenjünk, és most már azért évek óta ennek Viki a főszervező lehetőséget is ad, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk az itthoni közönségünk között. Nem csak a szőlő, hanem ezernyi kihívás, kioldhatatlan kíváncsiság, mérhetetlen kitartás, messze menő gondolatok, szívből jövő érzések, gondoskodó, finom mozdulatok. Ettől lesz a bornak lelke, ami megszólít és megtölti kimagasló minőségű tartalommal a kortyot.
Ezzel a gondolatsorral invitálja vendégeit Mr. és Mrs. Friday, azaz Németh Gergely és Izmindi Réka. Mi egy nagyon kis pincészet vagyunk Móron, és ezért kicsiben gazdálkodunk, ezért megtehetjük, hogy mindent a legmagasabb minőséggel és a legnagyobb körültekintéssel intézzünk. Úgyhogy úgy próbáljuk biztosítani a minőséget, hogy csak a legjobb, a legérettebb alapanyagokból készítünk bort, és a feldolgozás, érlelés során is mindenre maximálisan oda tudunk figyelni. A hagyományos móri borfajtákat kínálják? Hagyományos móri borfajtákkal foglalkozunk. Van 1000 jó bor, például 3 különböző fajta borunk. Készítünk egy habzóbort, ami inkább a modernebb stílusban és a fiataloknak próbál kedvezni, de készítünk komoly hordóban érlelt, több éves, úgynevezett testesebb hordós 1000 jót, ami pedig a komplexitásával, nagyságával próbál kitűnni a piacon. A Vabrik pincészet a Fejér megyei Etyek budai borvidéken Kajászon található. A legenda szerint Dréher Antal kártyán nyerte el előző tulajdonosától azt a kajászói kastélyt, amely ma már a Vabrik pincészet otthona. Az etyeki borközség tagjaként a Vabrik borászat meg annyi elismeréssel büszkélkedhet. A 2011-ben alapított borászat Kajászon várja a gasztronómiai élmények barátait. Egyek-budai borvidéken, mi Egyek-budai borvidék közepén vagyunk, ugye ott a Válvölgyében, itt az M7-es mellett, a 34-es kilométerkörnél. Annyit kell tudni, hogy ugye régen itt folyott a Duna, mi a Duna hordalékában van a szőlőterületünk, nagyon-nagyon szép tételeink vannak, mivel a hordalékból nagyon sok ásványosságot föl tudunk venni, nagyon szép zöldvel tenni, Rajnai Riesling, Chardonnay, ami magában az Egyek-budai borvidéket meghatározza, nálunk nagyon-nagyon azok érvényesülnek. Milyen borokat termesztenek? Mi inkább a ugye pezsgő alaboraink vannak, de ugye ezek mai világban, a mai technológiában nagyon szép Rajnai Rieslingünk van, nagyon szép zöldvertelléni, Sauvignonban, illetve tehát rozéből egy kékfrankos rozét, illetve vörös tételünk pedig egy nagyon-nagyon szép Shiraz tételeket szoktunk készíteni. A Bella pincészet 1989 óta működő családi vállalkozás. A Villány Siklós borút minősített tagja 15 hektáron termel eredetvédett, prémium minőségű vörös és rozéborokat. Köztük megtalálhatóak a legjellemzőbb villány és bordói fajták is. Bella Zoltán a magyar bor iránti szeretetével és a több évtizedes borász tapasztalatára alapozva alkotja meg minőségi borait minden évben. Az idei évben bővítettük a kínálatunkat, forgalomba hozzuk a fahordós tételeinket is. 2016-ban telepítettük a szőlőültetvényünket, és az idei évben már alkalmasnak találtuk a vörösborokat arra, hogy fahordós utóérlelésre eltegyük őket, és így most jelen pillanatban palackozás alatt tartanak ezek a tételek, illetve a sukorói vendéglátó egységünket egy grill terasszal fogjuk az idei évbe bővíteni, és ide várjuk szeretettel a borkedvelő vásárlókat, vendégeket. A székesfehérvári eseményen több mint 30 borász vett részt, a vendégek pedig 150-nél is több bort kóstolhattak. Fáncsi Viktória főszervező célja, hogy hiánypótló programot hozzon létre, idén is maximális fogadtatásra talált, hiszen Székesfehérváron azelőtt nem nagyon voltak kóstolók. A bormustra kiemelt helyen kezelte a kisebb, környékbeli pincészeteket is, lehetőséget nyújtva a bemutatkozásra. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!